Így röpködtek mellettem a golyók! Igen, forradalmár vagyok. Dunaújvárosi Bartók Kamara Színház kért föl ennek a darabnak a megírására. És aztán ez valamikor tavasszal volt, és a nyaramat ezzel töltöttem, hogy beleástam magamat történelmi tényekbe, egész hosszú vaskos köteteket, olvastam a két szereplő életéről, a Tóth Ilona perről, amit egész jól dokumentáltak, és aztán Csadi Zoltánnal, a darab ottani rendezőjével közösen alkottuk meg tulajdonképpen ezt a szövegkönyvet. És miért pont ez a két személy lett a történetnek a főszereplője? A két név az adott volt, a Mansfeld Péter és a Tóth Ilona. Erre szólt a megrendelés. És én is sokat gondolkodtam rajta, hogy lehet ebből egy darabot csinálni, amikor ők valójában az életben nem találkoztak, és akkor jutott eszembe, hogy mi van akkor, hogyha a halálban találkoznak. Azt remélem, hogy kiderült a darab az előadás során, hogy ez tulajdonképpen a Mansfeld Péter halála utáni pillanat, amikor a két ember között lejátszódik ez a párbeszéd. És azért érdekes, hogy pont ők ketten legyenek egy ilyen 56-os történelmi darabnak a főszereplői, mert én azt gondolom, hogy az ifjúságot kell megnyerni ennek az ügynek, ennek a szent ügynek, hogy 56 emlékét méltóképpen megőrizzük. Mert ők fogják tovább vinni a hősök emlékezetét, és ugye két nagyon fiatal emberről van szó. Mansfeld Péter 16 volt a forradalom idején, és csak 18, amikor nem is volt 18, amikor kivégezték. És Tóth Ilona se volt sokkal idősebb nála. Én azt gondolom, hogy ez könnyebben eljut a fiatal nézők szívéhez, hogyha két velük nagyjából egykorú szereplőt szólaltatunk meg. Mik a tapasztalataid, hogyha már itt a fiatalokat említed, akkor gondolom sok fiatal látta is, és esetleg hallottál valamit, hogy őket hogy érintette ez. Tehát ezt egy igazán fiatal, egy tizennéhány éves ember nem biztos, hogy felfogja, még nekem is nehéz belehelyeznem magam. Én azt gondolom, hogy pontosan ebben az életkorban nyílik ki az ember szeme a világra. És érdemes ilyenkor szembesíteni egy fiatal embert az élet nagy kérdéseivel, mert ezek fogják meghatározni, hogy hogyan fog ezekről gondolkodni egész élete során. Tehát szerintem nem lehet elég korán kezdeni. De hogy viszonyulsz 56-hoz egyébként? Nekem egészen más viszonyom volt 56-hoz, mielőtt ezt a darabot megírtam. Pontosan attól, hogy egészen részletekbe menően lehetett megismerni ennek a kornak a borzalmait és a csodálatosságát. Azóta más fénytörésben látom 56-ot. Mik voltak azok a legnagyobb nehézségek, amikor megalkottátok ezt a darabot, amikkel szembe kellett nézni, és a kihívások, hogy tettétek magatokat túl rajta? Hát ez egy jó kérdés. Ez a tulajdonképpen a darabírás általános nehézségeit érinti, hogy mi a konfliktus, ki legyen a jó szereplő, ki legyen a rossz szereplő. Ugye itt Tóth Ilona az, aki az ellenlábasa tulajdonképpen a Mansfeld Péter naív, fiatalos forradalmi lelkesedésének. És ennek semmi történelmi alapja nincsen. Egyszerűen muszáj volt a protagonistához képest egy antagonistát a színpadra tenni, és hát Tóth Ilonának jutott ez a hálátlan szerep, de törekedtünk arra, hogy végül mind a ketten abban a pozitív fényben tűnjenek föl, ami őket megilleti. Mik voltak azok az érzelmek, amiket ki szerettél volna váltani a nézőben? A legfontosabbak. A sírás, nevetés. A színházban mindig ezt a kettőt próbáljuk meg kiváltani. És ebben a darabban azért sok olyan pont van, ahol az embert kerülgeti a sírás. Még engem is, amikor most itt néztem az előadást. Mert azt azért hozzá kell tennem, hogy nagyszerűen játszott mind a két színész, illetve a hangban megjelenő figura is tulajdonképpen remek volt, nagyszerű volt az összhang, a precizitás, a pontos elemzése a műnek. Úgyhogy én nagyon, nagyon szerettem az előadást. És mondom, sok pillanatban meghatódtam én is. Tényleg csak gratulálni tudok az alkotóknak itt.